Az unió vezetői többnyire Brüsszelben döntenek a klímavédelmi célokról és a környezetvédelemről. Eközben azonban a belga főváros fuldoklik a smogban, Európa 10 legszennyezettebb városának egyike ez. A városvezetés most a lakók segítségével kezdi mérni a légszennyezettséget, ez a brüsszeli férfi a lakása ablakából méri majd a nitrogénoxid szintet. Négy gyermekünk van, ezért nagyon érdekel a légszennyezettség kérdése. A városban élünk, sok időt töltünk a szabadban, mert nagyon kicsi a lakásunk. Szeretnénk, ha jobb lenne a levegő a gyermekeinknek és magunknak is, mondta a férfi. Szeptemberben a pár több mérést is végez majd, összesen 3000 civil vesz részt a programban. Az adatokat a városvezetés elemzi majd ki. A régió közlekedési minisztere 2019-ben szerezte meg a posztját, azóta 30 km/h sebességkorlátozást vezettek be az autóknak, és 40 kilométernyi kerékpárutat építettek. A brüsszeliek tényleg szeretnének jobb levegőt és nagyobb biztonságot az utakon. Tudjuk, hogy az emberek ezt az irányt szeretnék. A mobilitási tervünk 3 év alatt készült el, és 8000-en véleményezték. Ez egy nagy szám, és a legtöbb hozzászólás pozitív volt, vagyis az emberek meg akarják változtatni a várost. Természetesen lesznek súrlódások, de szeretnénk elmagyarázni, hogy ez mindenkinek jobb lesz, mondta a közlekedési miniszter. Egy spanyol EP képviselő szerint viszont nem csak Brüsszelben, hanem európai szinten is lépni kell a légszennyezettség ellen. Javi López szerint ugyanis a mostani szabályok elavultak. A levegőminőség jogi szabályozása a 80-as években kezdődött, és ez részben eredményes volt, hiszen sok európai számára javult a légminőség. Ez egy jó pont. De a valóság az, hogy eltelt 15 vagy 20 év, és megváltoztak az egészségügyi világszervezet ajánlásai. Nekünk is fel kellene frissíteni az európai ajánlásokat, hogy ezek megfeleljenek az új iránymutatásnak, mondta a spanyol EP képviselő. Az Európai Bizottság jövőre tervezi az új levegőminőségi direktíva bemutatását. Annak életbe lépéséig azonban a tagállamokat lényegében alig köti valami a légszennyezettség csökkentésére.